üzletházzal üzemeltek a szállodák Gyulán. A második legnépszerűbb hazai turisztikai célpont volt a fürdőváros a hosszú hétvégén. Vitézi játékok újra élett a középkor a Gabona Múzeum területén. Nemzeti vágta előfutam, Sarkad, Gyula és Bihar-Ugra képviseli megyénket a szeptemberi vágtán. Jó estét kívánok, önök a 7.tv híradóját látják. A második legkedveltebb úti cél volt hazánkban Gyula hosszú hétvégén. A fővárosba elsősorban külföldről érkeztek vendégek, míg a belföldi turisták között a legnépszerűbb a Békés megyei fürdőváros volt. A vendégek többségét a 18. Gyulai Pálinka Fesztivál programjai, a fürdő és a wellness szállodák kínálata vonzotta a városba. A Berényi család Balatonfűzfőről érkezett Gyulára a május elsőjei hosszú hétvége miatt. Érdekes város. Hallottunk a Pálinka Fesztiválról, meg szép a város is önmagában, és ezért döntöttünk úgy, hogy ide jövünk. A Békés megyei fürdőváros szinte összes szállás helyett teljesen megtelt. Az egyik 4 csillagos szálloda mind a 68 szobáját kivették. Néhány román vendég mellett ezúttal elsősorban belföldi turisták érkeztek. Hál' Istennek minden hétvégén telt házas általánosságban, viszont nyilván a 3 éjszakás hosszú hétvége az növeli a telítettségét a szállodánknak. A kisházas pár évről évre visszajár Gyulára, amikor tehetik, meglátogatják az idén 18 éves Pálinka Fesztivált is. Részt veszünk ezeken a rendezvényeken, eszünk, iszunk. És a szállodában wellness. A város polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a Gyulán működő vállalkozások, szálláshelyek és az önkormányzat együttműködésének köszönhető az, hogy az év minden időszakában tudnak szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a településen. A vendégészakák számában visszatükröződnek azoknak a törekvéseknek az eredményei, amiknek a célja az, hogy minél több vendég jön a városba. Most ezen a 4 napon is a szállás.hu adatai szerint Budapest után a második legtöbb vendég Gyulára érkezett. Örülünk neki, hogy évről évre egyre több Gyulán a vendégészaka szám, hiszen ez az egyik legjelentősebb gazdasági ágazat a városban. A szállás.hu legfrissebb adataiból az derült ki, hogy a május elsőjei hosszú hétvégén 4-szer annyian utaztak el, mint egy átlagos hétvégén. Budapesten foglaltak a legtöbben szállást, ahová többnyire külföldiek érkeztek. Az üdülési lista második helyezettje Gyula lett, amelyet Eger és Pécs követett a hétvégén. A hétvégén Békés Csaba több testvérvárosából érkezett delegáció a megyeszékhelyre. A vendégek körülnéztek a Csaba Parkban, ahol egy látványdisznótoron is részt vettek. Három markos legény is kellett ahhoz, hogy a másik oldalára fordítsák a hatalmas sertést. A perzselés a disznótor ezúttal a testvérvárosok Békés Csabára érkezett delegációinak szolgált látványosságként. A vendégek először a piacra látogattak el, onnan a Csaba Parkba érkeztek. Mindenütt nagyon szeretik a piacot, ezt elmondta mindenki, de azért, amit itt láttak, az nagyon különleges volt. Nagyon sokan vásároltak is, és a Csaba Parkra pedig különösen büszkén tekintenek. Herr Richter, aki Wittenbergbe érkezett, az azt mondta, hogy néhány évvel ezelőtt járt itt korábban is, és akkor itt egy teljes pusztaság volt, és teljesen elámult, hogy itt a pusztaság helyén milyen csodálatos park született. Martin Bolbék és Csaba szlovák testvérvárosából a település alpolgármestere érkezett egy küldöttséggel. Ők is többször voltak már a békési megyeszékhelyen, disznótorban is. Nem először látok már disznótort, úgyhogy számomra ez nem újdonság. Nagyon tetszik a Csaba Park, és főleg a város, ami körülbelül olyan, mint Martin. De Békés Csaba nagyobb területen fekszik, és itt sokkal több a zöld felület is, fogalmazott Milán Malik, Martin alpolgármestere. A székelyudvarhelyi delegáció tagjai is jól érezték magukat Békés Csabán. Fodor Miklós azt mondta, érdekes volt összevetni az otthoni disznóvágás hagyományait a csabaival. Ugye nálunk egészen másképp működik a dolog, mert megszúrják, koppasszák tekenyőbe, gyantával, fenyőgyantával, és utána kiveszik, szalmába pergelik. Úgyhogy ez nekem újdonság, hogy így látom a disznóvágást. A testvérvárosokból érkezett vendégek elmondták, hogy egy valami szinte mindenhol ugyanúgy működik disznóvágáskor, mégpedig az, hogy előkerülnek a poharak és a pálinka is. Ha pedig összejönnek az ismerősök, még a látványdisznótól is olyan, mint egy kis ünnep.
Magyarország legnagyobb problémája az igazságtalanság, mondta az MSZP miniszterelnök jelöltje vasárnap. Botka László az orosházi agrárszocialista megmozdulás 126. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen úgy fogalmazott, az igazságtalanság a munkahelyeken, az oktatásban, az egészségügyben, az otthonteremtési és a családtámogatási rendszerben, valamint az egykulcsos adóban is megmutatkozik. Az utóbbi időben kialakult kormányellenes tüntetések azt jelzik, hogy a régóta meglévő elégedetlenségnek már van tömege, mondta az MSZP elnöke Orosházán. Molnár Gyula szerint a budapesti tüntetések bátorságát szavazattá kormányváltó többséggé kell szervezni. Igazságot kell tennünk Magyarországon, új munkahelyeket kell teremtenünk, azok pedig szerintünk akkor lesznek, hogyha az állam végre szabadon engedi ezt az országot, szabadon engedi, hogy a magyar emberek tehetsége hozza létre mindazt, ami fejlődést jelent ebben a hazában. Nincs munkás érdekvédelem, elvették a sztrájkjogot és nincs tanszabadság, sorolta kifogásait a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje. Botka László azt mondta, egy gyermek sorsa már a születésekor eldől. A lepusztult közkórházakban lassan orvos sincs, 7 év alatt nem emelték a családi pótlékot, az egykulcsos személyi jövedelemadó és az otthonteremtési támogatás pedig csak a gazdagoknak kedvez. Az igazságtalanság ott van az otthonteremtésben is, mert hát kinek jó az otthonteremtési támogatás? Akinek magas jövedelme és vagyona van, és százezrek pedig nem jutnak megfelelő lakáshoz. Hölgyeim és uraim, ebből elég volt, ezért hirdettük meg az új baloldali programot, ezért mondjuk azt, tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok. A beszédeket koszorúzás követte a véres május 1-e alkalmából állított emlékműnél a volt orosházi könyvtár előtt. A Békés-megyei városban 1891. május 1-én az alacsony mezőgazdasági munkabérek és a nagybirtok szorítása ellen tüntető paraszti tömegbe lőttek a kivezényelt katonák és csendőrök. Ennek emlékére fáklyás felvonulást is tartanak az 1960-as évek óta, amely a Dózsa-György úttól egészen a piac térig tart. A borús idő ellenére is sokan kilátogattak május 1-én a 4. Békéscsabai vitézi játékokra. A vendégeket lovagi torna, mesterségek bemutatója, kirakodóvásár és gyermekjátszó is várta az eseményen. A király és a királyné bevonulásával indult a Békéscsabai vitézi játékok második napja. Úgy határoztunk vala, hogy az tavaszi kikelet indulását ezen évben itt, Csaba városában az Gabona Múzeumnak is nevezett nemesi udvarház udvarában köszöntjük. Egy nemes, fényes, lovagi tornával. A vitézi játékokat ezúttal is a Munkácsy Mihály Múzeum hívta életre. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy egyrészt a múltat minél jobban megismerjék, fiatalok és idősebbek, és ugyanakkor emlékezzünk azokra az ősökre, akik... ha kellett, az életüket áldozták azért, hogy ma Magyarország létezzen, hogy magyarul beszéljünk. A vitézekhez és úrhölgyekhez, valamint látogatóikhoz az időjárás is kegyes volt. Kiváló rendezvény, úgyhogy megnézünk mindent, és bízunk a jó folytatásba időjárás tekintetében. Tavaly voltunk, és nagyon tetszett a gyerekeknek is, csak ők még akkor sokkal kisebbek voltak, és úgy döntöttünk, most is kijövünk, és nagyon tetszik nekik sok minden. A magyar honfoglalás korától egészen a 15. századig láthattak fegyvereket, használati tárgyakat és öltözeteket a rendezvényre érkezők. A küzdőtéren az íjász bemutatóktól kezdve a karddal, pajzsal vívott csatákon át több látványos bemutatót is láthattak a rendezvényre kilátogatók, sőt, akár valódi kovácsmesterrel is találkozhattak. Akárki lehet kovács, csak szeretni kell. Mert ez nehéz munka. Ezt nem lehet úgy, hogy csak csinálom. Ezt szeretni is kell. Na, aki nem szereti, az abba is hagyja. A kíváncsi látogatók a fegyverek mellett a lovagi öltözetet is kipróbálhatták. Itt a fiatalembert fölvasaltuk. Többnyire a nehezebb vértek közé tartozó páncélzattal. A látott öltözék tökéletesen megfelel a 14. és 15. századi nemesi, illetve főúri viseleteknek. Szeretem a lovagi páncélt, fegyvereket, meg úgy középkort is. Nagyon szeretem. Néhány résztvevő már évtizedek óta rajong a középkori hadászatért. Pont itt kezdődött ezen a helyszínen,
és a fiam, aki most 20 éves, 16 évvel ezelőtt az akkor még az első sorozatban lévő lovagi tornának talán az első napján ugyanígy ült, mint akármelyik kisgyerek így a padokon, helyesebben az ő kis székén, és egy fakarddal hadonászott, amikor az itt a porondmester udvari borond elkapta, a nyakába ültette, és egy gyors csörtében megvert egy másik gyereket a másik ilyen porondmesternek a nyakában. A szervezők azt is célul tűzték ki, hogy ismeretszerzési és kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a résztvevőknek. Szerintem nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon sok korhű kirakodós is van, ugye a szövegek is nagyon-nagyon jók, és királynő és a király is nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy egy rettentő színvonalas eseményen vehetünk részt. A fesztivál szervezői a középkori hagyományok népszerűsítését és megőrzését a Szent László emlékéhez kapcsolták. 17. alkalommal rendezett fesztivált a blueszene kedvelőinek a Csabai Csípős Blues Club. A Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán ezúttal a Little Big Band, a Borsodi Blues Kollektív és Little G vívül adott koncertet. Élő zene, sör, pálinka és kolbász. Azt mondják, ez kell az igazi jó blues fesztiválhoz Békés Csabán a támogatókon kívül. Ezek együttállása mellett a hideg és az eső sem tántorította el a sorrendben 17. Csabai Blues Fesztiváltól a közönséget. Korábban már 7 bluesház fesztivált rendeztünk, illetve 9 blueskert fesztivált rendeztünk. Ugye ez azért volt korábban a megkülönböztetés, mert van, hogy zárt helyen, illetve nyitott szabadtéri rendezvényként tartottuk meg ezeket. Már valamennyi blues fesztivál szabadtéri, ezért az elnevezés is változott. Így a Békés Csabai esemény ma már egyszerűen csak Csabai Csípős Blues Fesztivál névre hallgat. A Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán megtartott fesztiválon a European Blues Challenge-ről nemrég visszaérkezett Borsodi Blues Kollektívet is hallhatta a közönség. Nagyon-nagyon emelkedik a European Blues Challenge-nek az ázsiója, egyre színvonalasabb, és az idén is ugye 23-24 ország delegált zenekarokat. Mi voltunk a magyar delegált zenekar, a Csabai Csípős Blues Club nevezett minket oda, hiszen a klub felvételt nyert a brüsszeli székhelyű European Blues Unionban. Eddig a Paksi Gastroblues nevezte a zenekarokat, most már Békés Csaba is nevezhet. A Little Big Band fiatal zenészeit hallgatva Little G. Weevil elmondta, mire kell odafigyelnie annak, aki blues zenélésre adja a fejét, szívét és lelkét. Blues műfaj, ez egy nagyon összetett műfaj, tehát ezt nem lehet úgy megfogni vagy elmagyarázni, hogy le van kottázva, vagy el van mondva. Ezt igazán meg kell ismerni, első kézben meg kell ismerni a kultúrát és az embereket, akik ezt a műfajt képviselik, ugyanúgy, mint a magyar népzenénél. Ahogy a népzenét, úgy a blues-t is éreznie, élnie kell a zenésznek, hogy hiteles legyen, mondták a rendezvényen. Így akár esőben, hidegben is ott marad a közönség, ahogy az Békés Csabán a Csabai Csípős Blues Fesztiválon is történt. Márton Anita két nap alatt két sikert aratott a nyári szezon első két állomásán. A KOP Békés Csabai Atlétikai Klub versenyzője először vasárnap Montenegróban lépett dobókörbe. A podgoricai nemzetközi viadalon fokozatosan javuló teljesítménnyel győzött. A harmadik sorozatban 19,11 méteres eredménnyel megdöntötte saját versenycsúcsát, majd a tőlem megszokott módon az utolsó körben ért el legjobbját. Az olimpiai bronzérmes 19,63 méteres dobásával a világranglista élére ugrott. A Csabai Klub atlétája nem sokat pihent, hétfőn már az olaszországi Bariban versenyzett, ahol 19,05 méteres dobással diadalmaskodott. A márciusban fedett Európa-bajnoki címét megvédő Márton Anita így két győzelemmel hangolta a május 5-i dohai, valamint a május 13-ai sankhai Gyémánt Liga viadalra. Sarkad, Gyula és Biharúra lovasai már biztosan ott lesznek hazánk legnagyobb lovas rendezvényén szeptemberben a Hősök terén. A Magyar Nemzeti Vágta első előfutamán a nők bizonyultak eredményesebbnek, Kaló Fanni Tenkes nevű lovával tette izgalmasság versenyt, a páros Sarkad városának biztosította a továbbjutást. A Nemzeti Vágta első elővágtája 8 éve rajtol Sarkadról. Az elődöntőn 10 páros, ló és lovasa mérte össze tudását. A három előfutam első helyezettjei jutottak a döntőbe. Nekem nagyon tetszik ez az egész, hogy lovag vannak, és remélem, hogy
Mindegyikére elhelyezést. Veretné... Két női és egy férfi zsoké került végül a döntőbe. A lovasok huszárok díszkíséretében álltak rajthoz. Kaló Fanni tenkes nevű lovával a második kör egyenesében megelőzte az addig első helyen álló biharugrai versenyzőt, és az előnyét egész a célvonalig megőrizte. Én nagyon reménykedtem, hogy sikerül az első vagy a második helyet megszereznünk. Egy egész jó rajt után sikerült a második kör felétől felzárkóznunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy sikeres és izgalmas versenyen vettem részt. És nagyon örülök, hogy Sarkadnak bevittem ugye a Nemzeti Vágtára ezt a lovat. A második helyen Gyula színeiben Pécsi Krisztina végzett, aki végül a biharugrai Pápa Attilát szorította a harmadik helyre. Az előfutamok között fogadhajtóverseny, szabad lovasi domár és csikós bemutató várta a látogatókat. A sarkadi futamon kívül még 16 elővágta lesz, köztük többet Külhonban rendeznek. A 17 elővágtából 4 határon túl kerül megszervezésre, székely, vajdasági, felvidéki és muravidéki vágta kerül határon túl megszervezésre. A 10. nemzeti vágta döntőjét szeptember 15 és 17 között rendezik Budapesten a Hősök terén. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!